Sziasztok, szép jó napot mindenkinek! Ma a ruházat lesz a témánk, kicsit meg vagyok fázva, meg szipogok, de ez nem tántorít el attól, hogy én beszéljek nektek, bár tudom, hogy sok mindenkit nem érdekel, de azért hát ha valaki meghallgatja, megnézi a videót. A ruházat a téma. Nap mint nap megkapom azt, személyesen, Ascon, hogy Dani, te milyen olcsó ruhába jársz. Hát mondom, igen, és nem az a lényeg, hogy hogy öltözködsz, hanem hogy milyen ember vagy. Nem a ruha teszi az embert, hanem a személyisége. És a legjobb, hogy nem az a lényeg, hogy milyen kocsiból szállsz ki, hanem hogy milyen ember száll ki a kocsiból. Egyszerűen az emberek nem tudják felfogni, hogy mi a fontos. Azt is szoktam mondani, hogy ide figyelj, addig nekem te ne, amíg anyukád meg apukádod adja neked a pénzt. Addig nekem te ne, hanem megmondom neki, hogyha megkeresed, megdolgozol azért a pénzért, hogy te tudjál magadnak vásárolni ruhákat, most ruha a téma, de itt gondolok kocsira, házra, mindenre, akkor körülugrálhatsz és dicsekedhetsz vele, mert te megdolgoztál érte. Én akkor gratulálni fogok neked. El kell ismerni az embereket, de úgy, hogy a süldőlamba szádba repül. Hát gyerekek, azt meg kell főzni. Hát milyen dolog ez? Ha mondom nekem, te ne addig! Ez a hülye hang. Szóval gyerekek, tényleg nem az a fontos, hogy milyen ruhát viselsz. Meg a kínai cipőm jobban bírta, mint a Neo Adidas cipőm. Hát mondom, jó van akkor. Mondjuk most már minden Kínába készül lassan, de nem baj. Az a lényeg, hogy a személyiség, engem se azért kedvelnek páran, mert én szvagjuló vagyok, de most szvag leszek. Men in Black. Men in Black. Na jó van, teljesen hülye vagyok, az agysejteim elpusztultak. Nem azért kedvelnek páram, mert én. Az eddigi barátnőim se azért szeretnek, mert van pénzem, mert tényleg nem volt. Jó, most vagyok 18 éves, most megyek dolgozni másfél hónapra. Meg kell keresni a pénzt. Meg kell dolgozni érte. Szóval hihetetlen, hogy gondolkodnak az emberek, és lenézik a másikat. Önzőek, lenézik a másikat, mert a szüleik, ők megdolgoztak érte. És utána rajtad a sor, hogy megdolgozz érte. Nem mindig lesz ott anya, apa, lehet, hogy lesz örökség, de akkor mire leszel büszke? Mire leszel büszke? Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, szóval nem akartam senkit megbántani, mielőtt valaki félreértené. Mert mindegy, általánosítani se akartam, bocsánatot kérek szépen, csak tényleg manapság, aki ilyet mond a másikra, az önző, lenéző, nem jó, egoista, nem jó az ilyen dolog. Így eltaszítod magadtól az embereket. Nekem úgy van sok barátom, én elismerem más sikerét. Elismerem, hogy jobb nálam, mert mindig lesznek jobbak. Elismerem, hogy jobb nálam, és így magad köré vonzod az embereket. Nem az, hogy rivalizálsz vele, nem az. Elismered. Kapcsolatokat ápolsz. Hihetetlen dolgok ezek. Na, jó van, ennyit szerettem volna. Köszönöm.